Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A verselés kitanulhatatlan dolog. Kitanulhatatlan, mikkel okoz a vers olyan érzéki hatásokat, melyek erősítik tartalmának értelembeli hatásait. Ezek a gondolatok jól tükrözik azt, hogy mit is jelent a vers, a költészet. Biztosak lehetünk abban, hogy ma is belefeledkezhetünk majd a versekbe, azokba, amelyeket a fiatal versmondók hoztak nekünk. Immár 14. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. Az elődöntő során 40-en lépnek színpadra, közülük 12 versmondót juttat a döntőbe a zsűri. Bemutatom önöknek a zsűri tagjait. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész Kubik Anna. A zsűri tagjai, a Vörös Marti Színház művésze Závoszki Noémi. Költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke Bobori Zoltán. A Fehérvári Média Centrum képviseletében Látrányi Viktória. A 14. Fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök és Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere. Szeretettel köszöntöm körünkben Cserpalkovics András polgármester urat és Mészáros Attila alpolgármester urat. És nagy-nagy szeretettel köszöntjük a fiatal versmondókat is, akik már a pihenő szobában várakoznak arra, hogy a színpadra léphessenek. Kodolányi János gimnáziumból érkezett hozzánk Homoki Hanna. Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáséj földet helyezni az űrbe, ilyen tojáséj létet a földre, és abba fölfoghatatlan büntetésként. Tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértéktévesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, melybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt, a létét. Írtózatos a te édes lépvesződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a bestelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd. Élő fára vésni véle krikszkrakszokat, míg megy odafönt, megy a délután. Van fented. Van neked fölötted. Egy szót se szóltam. Köszönöm szépen. Nagyon
Jó érzés volt a szemedet látni a versmondás közben, és érezni azt, amit te érzel. Nyilván most nem boncolgatom, hogy ez fájdalom, vagy mi van mögötte, vagy hogy tudtál, vagy miért tudtál így azonosulni bizonyos sorokkal, de engem annyira megérintett lelkileg, és én mindig azt tartom, és azt szeretem a produkciókban, legyen az színházi előadás, film, versmondás, bármi, amikor engem személyesen megérint. És engem te a lényeddel, a versmondásoddal és a belőled érzett érzéseiddel engem lenyűgöztél. Köszönöm szépen. Viszont engem is, abszolút érzelmileg teljesen elkaptál, de a beszédre nagyon kell vigyázni, mert ha kapkodsz, akkor nem beszélsz szépen. Már pedig érteni kell akkor is a verset, erre nagyon vigyázz, mert egyébként hát nagy tehetség van benned. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 9. osztályos tanulója, Magony Péter. Arany János, a verszivárdok. Edvárd király angol király léptet fakulován. Hadd látom, úgymond. Mennyit ér a verszi tartomány? Van-e ott folyó? S földje jó? Legelőin főkövér? Használta a megöntözés. A pártos honfivér. S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja válsz. Földet, folyót, legyen jót, hegyet, völgyet benne lesz. S a nép, az Isten adta nép. Oly boldog rajt szír, kunyhóin mind hallgatva, mint megannyi puszta sír. Edvárd király angol király léptet fakolován, körötte csend amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a várura vendégli a király. Vadat s halat, s mió falat szemszájnak ingere, sürgő csoport száz szolga hord, hogy nézni is tere, s mind, amiket ez szép sziget ételt italt terem, s mind, amiból pezsegve for túl a messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti velsz ebek, ne éljen Eduárt! Vadat s halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, itt vagy, ebek! Ne éljen Eduárt! Hol van kizengetetteim? Elő egy verszibár! Egymásra néz a sok vitéz, a vendég verszurak. Orcájkon, mint félelem, sápadt el a harag. Szóben szakad, hang fennaka, leellett megszegik. Ajtó megöl fehér galamb, ősz bárt emelkedik. Itt van király, kitette ide telzegni, mondta zag. S fegyvercsörök haló hörög, amit húrjába csap. Fegyvercsörök. Haló hörök, a nap vértóba száll. Vérszagra gyűl az éjfad. Te tetted ezt, király! Levágva népünk ezrei, halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt! Mágyára, el! Igen, kemény, parancsol. A lágyabb énekel nékünk, s belép egy ifjú bárt. Lágyan kél az esti szél Milford öböl felé,
Szüzek sírálma, özvegyek, panaszanyjuk belé. Ne szűr, rabot, te szűz! Anya, ne szoptasd csecsemőt! És itt a király, és elérte még a vágjára belőt. De vakmerő el is hivatlanul előáll harmadik. Kozád a dal magára van, ez igen hallatik. Elhult csatában a derék. No, halld meg, Eduárd! Neved ki dicselejteni, nem él oly Velszibárd! Emléke sír a lanton még. No, halld meg, Eduárd! Átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszibárd! Meglátom én! S parancsot áld a király rettenetest. Mágyár, aki elleszegül, minden vesz énekest. Szolgái szétszágódott a kország szegnodova. Momo Merriben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vágtat fakó lován. Körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment lánk sírba Velszibárd. De egy sem bírta mondani, hogy éljen Edward. Mi zúg? Mi éj ide a London utcáin ez? Felköltetem a Lord Mayort, a bosszant bármi lesz. Állj néma csend. Légyszárnya benn, sem kün nem hallhatik. Fejére szól ki szót emel, király nem alhatik. Elő síp dobzene, harsomjon harsona. Fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. Én annyira szeretem a vers ünnepet. Köszönjük szépen. Köszönjük. A magyar irodalom legszebb, legértékesebb, legmélyebb balladáját 21. századi fiatalra fordította a versmondónk. Péter, tiszta szívből gratulálok. A természetességedet tartsd meg, és nagyon sok verset mondjál. Hát, Péter, ritkán fordul elő, hogy a Velszibárdokat végigmosolyogjuk, de mi a nonóval alig bírtuk, egyszerűen hihetetlen vagy. Tehát, olyan voltál, mint amikor a rádióban régen a rádiójátékokat a bemondók közvetítették. Itt most álljunk meg egy percre. Tehát igazából nem tudom, hogy a többiek mit éreztek, de tényleg végig kellett mosolyogni, mert hihetetlenül eljátszottad az egészet. Tehát itt most nyomon követhető volt az, hogy mi a különbség a versmondás és az eljátszás között. De ráadásul iszonyú tehetségesen játszottad végig. Tehetség, óriási tehetség vagy, de most ezt a verset nem mondtad el, hanem eljátszottad. Én méghozzá mondom, elképesztő tehetséggel. Tehát neked a színjátszáshoz egész biztos, hogy nagyon nagy tehetséged van. De van egy határvonal, amit nem lehet átlépni a versmondásnál. És most kérlek, ne sértődj meg ezen, mert óriási öröm volt a te egyéniségedet felfedezni, de neked egy humorosabb, viccesebb vers jobban állt volna, azt hiszem, mert még egyelőre a lényed olyan, hogy egyszerűen humort vált ki, és ez se fogd fel sértésnek, mert ezt nagyon kevés ember tudja. Nagyon kevés ember mosolyogtat meg már a bejövésével azonnal mindenkit. Pedig nem tudtunk rólad semmit. De bejöttél, és mosolyogni kellett, mert óriási egyéniség vagy. Úgyhogy le a kalappal előtted, ilyennel nem sűrűn találkozik az ember, sőt, nagyon ritkán. Úgyhogy szedd össze a bátorságot, légy szíves, és tanuld meg ezt a két dolgot külön választani, mert fontos, és szerintem mindegyiket tudnád is. Csak olyan verset választ, ami ez egy külön téma, amikor beszélünk a táborban, hogy mi az alkati egyezőség egy versválasztásnál.
Úgyhogy ezt most tekintjük úgy, hogy ez most egy színjátszás óra volt, amit tökéletesen leadtál, mint tanár a többieknek. Mint tanár, mert nagyon, nagyon jól tudsz bánni a hangoddal, a csöndjeiddel, a mindennel, az indulatokkal. Csodálatosan bánsz, csak éppen inkább színjátszás, mint versmondás. De nagyon köszönöm, hogy megismerhettelek, bearanyoztad a napot. Ezt most komolyan mondom. Te vagy a mai nap meglepetése, de tényleg is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Azért ne túl hosszú. Azért ne túlozzunk, azt mondta a fiatalember. De azért valljuk be, hogy nagyon jól esett ez most a lelkünknek. Nagyon, nagyon. Tehát tényleg köszönjük, mert így még én sem hallottam, és nagy élmény volt. Remélem, hogy most jót fog konferálni. A következő versmondónk 10. osztályos, Szigeti Kata. Kányádi Sándor, tudod. Tudod, soha nem bántam meg, hogy megszerettelek. Pedig felbolygatta ez a szeretet az egész életem. Tudod, soha nem csalódtam benned. Pedig sokszor nem értettem cselekedetedet. Sokszor féltettelek. Leginkább magadtól féltettelek. Tudod, lassan fogynak körülöttem a dolgok. A dolgaim vagy messzire kerülnek tőlem, vagy csak én távolodom, ahogy szakadoznak a szálak. Az érzés egyre jobban magához láncol. Tudod, mikor megkönnyezek valamit, ami szép volt, megvigasztal a gondolat, hogy lakozik bennem egy csoda, amit nem hagy el, amit nem vehet el tőlem sem az irítség, sem a rossz indulat. Tudod, ebből az érzésből táplálkozom. Miatta összesen csuklom. Ha elesek is, érte felállok. Ha sírok is, elmosolyodok. Talán, ha végleg elalszom, érte akkor is felébredek. Köszönjük szépen. Nehéz ilyen nagyon fiatalon, mint te vagy egy időskori, öregkori verset mondani, hiszen itt minden a múltról szól, és arról, amit megélt, és a múlt visszaidézése. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ez a legszerencsésebb, nagyon szép a vers, de lehet, hogy nem a legszerencsésebb választás, mert ez egy idős ember gyönyörűséges vallomása a szerelemről és az elmúltról és a megélt érzésekről. Úgyhogy hát ezzel egy-két évet még várnék szerintem ezzel ennek a versnek az elmondásával. Köszönjük szépen. Köszönjük. Következő versmondónk a Ciszterci Szent István Gimnázium 11. osztályos tanulója, Részeg Ákos. Adi Endre, elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Elbocsátlak hát még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsátatás. Százszor sújtottan dobom én felét, feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat. Egyenlőtlen harc nagy szégyenért, alázásodért nem tudom miért, szóval már téged, csak téged sajnállak. Milyen régen is titkosan így volt már. Sorsot szépítni hányszor adatott ámítok egyből, szépek szépért forrott és küldött ékes lédazsoltár. Soha se kaptam, hát sose vettem. Átadtam néked szépen áhítét csókoknak, kik mással csattantanak, és szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt lédát, amennyit férfi csak megköszönni tud, mikor egy régi, unott csókon lép át.
És milyen régen nem kutatlak fővényes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsincs asszonyos rabutyám, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamit maradjon én csodás, verses rátfogásaimból, s biztos magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál. Nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rágatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről ki nagy tehetetlen akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját ki áldühötten, bosszú hímmel lesben. Nem kevés szegény maga csúfolását, és rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek a múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömet teljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint rég hervat virág, rég pihenőim a könyvből kihúlva. Vagy futkározva rongyik cipeled, vett nimbuszod egy zsarnokbús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, mi nyelel, ára vagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, és régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Köszönjük szépen! Én nagyon szeretem ezt a verset, és szerintem minden adott hozzá, hogy te is úgy tud előadni majd, mert érzem, hogy megvan a belső töltet, hogy érted a verset. Nekem egyel egy picit cinikusabb voltál a kelleténél, vagy legalábbis jobban kifejezted, és ami engem picit zavart, vagy nem picit, az, hogy sok helyen összekaptad a szavakat, ettől nem értettem, ettől nem tudott úgy átjönni, nem hallottam a mással hangzókat külön, és bizonyos helyeken nagyon zárt szájjal mondtad, és ettől, ha nem artikulálsz, én nem értem a verset. Egyszer így oda is kaptam a fülemet, hogy most mit mondtam, mert ovasiklottunk valamint nagyon gyorsan. De közben nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy minden adott benned ahhoz, hogy ezt a verset úgy add elő, hogy az elementális erővel hasson. Köszönöm. És még alaposabb elemzésre ösztökélnélek, hiszen a címével ellentétben ez egyáltalán nem szép üzenet, hanem egy nagyon kemény, nagyon durva, nagyon nem szép üzenet egy férfitől, egy gőgös és hiú férfitől, aki Adi. Szóval itt nyugodtan lehetsz keményebb, és akkor a Nono által említett összekapások sem jönnek, hanem akkor igazán vad lesz ez a vers, és az a kemény férfi jön ki belőled, aki ott van, csak talán egy picit a cím elvitt valamerre téged. Köszönjük szépen! Következő versmondónk a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 9. osztályos tanulója, Varga Andrea. Csokonai Vitéz Mihály a reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfavak remény, ki termet magának untalan, s védangyalának gondol. Sima szelde, amit kecsegtetsz, miért nevetsz velém? Kétes kedvet, miért csepegtetsz, még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatom valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal, végig ültetéd, csörgő patakokkal, fáim éltetéd. Rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal hűszerezted azt. Gondolataim, mint reggel, minden reggel, mint fürge méh,
repkedtek friss meleggel rózsáim felé. Egy híját ismertem, s megadá az ég, lila szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásaim, zöld fáim kiszáradtanak, tavaszon vígságom téli búra vált, régió virágom méltatlanra szállt. Ó, csak lilát hagytad volna, csak magát nekem, most panaszra sem hajolna, gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngyköszorúkat nem irigyelném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Érzem, a kétségbe vált erőm elhagy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét, hímtelen a mező kisült, az ég, a zengő liget kietlen, a nap éjre dült. Bájoló láj trillák, tarka képzettek, kers öröm lillák, Isten véletek. Kedves Andrea, mióta mond verset? Tessék. Mióta mond verseket? Új a dolog? Tessék. Új a dolog? Igen. Jó, hát először is meg kell tanulni a verset pontosan, hogyha el akarja mondani valahol, és ez előadás, tehát az a alapfeltétel, hogy megtanuljuk a verset, de nagyon-nagyon szeretném bíztatni, hogy folytassa a versmondást, tanuljon verseket sokat, és mondjon verseket, jó? Legyen gyakorlata benne. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Ruf Réka, a Ciszterci gimnáziumból érkezett a mai versenyre. József Attila, gyermekké tettél. Gyermekké tettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, és menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, rám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd, éhezem, takarj be, fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem. Rám néztél, és én mindent elejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert. A küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna. Nem lehet. Alattam kő és üresség fölöttem. Ó, hogy alhatnék? Nálad szörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek. Hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Köszönjük szépen! Kedves Réka, itt elhangzott már néhány vers esetében, hogy mikor ennyire ismert és népszerű és sokat versmondók által is sokat választott versről van szó, akkor valamiképpen él bennünk az a vers, nagyon nehéz azonosulni azzal, amit mond a versmondó. Most semmi gondom nem volt vele, kicsit bátrabban kellene, kicsit halkolt számomra. Nagyon befele fordulva mondta. Talán az is lehetett az oka, mert azt írott, hogy számodra nagyon különleges az a vers, nem? Valóban, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. A Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 9. osztályos tanulója következik, Kovács Nóra Izabella.
Juhász Gyula, milyen volt? Milyen volt szőkesége, nem tudom már, de azt tudom, hogy szőkék a mezők, ha dúskalásszal jő a sárguló nyár, és e szőkeségben újra érzem őt. Milyen volt szemekékje, nem tudom már, de ha kinyílnak ősszel az egek, a szeptemberi bágyat búcsúzónál szeme színére visszarévedek. Milyen volt hangja sejme, sem tudom már. De tavaszodván, ha sóhajt a rét, úgy érzem, Anna meleg szava szól át egy tavaszból, mely messze, mint az ég. Kicsit végigrohantál ezen a versen, és szerintem túl gyors volt ez a tempó, viszont a hangod mosolygós. Megkérdezném, hogy valaki meghallgatott, vagy valaki tanácsolta, hogy ezt a verset választ, vagy? Nem, én ragaszkodtam ehhez a vershez, és mondta a tanárnő, hogy jó, csak majd hangsúlyozom jobban, mert ezt férfiak szokták mondani. Hát ez az, hogy ez egy kifejezetten férfi vers. Már nem azért, hogy a nemek közötti, hanem, ja, tudom, igen. Hanem kifejezett utalások vannak ugye arra, hogy ez egy lánynak szól, az Annának. És akkor miért ragaszkodtál olyan nagyon hozzá, hogy mit tudsz vele kifejezni, mit gondoltál, vagy mire gondoltál? Nagyon szeretem ezt a verset, igen? És nekem is szőkehajam van, sajnos nem kék szemem, de így szerintem még kicsit illik hozzám ez a vers, és ezért szerettem volna. Uh-huh. Meg ez volt az első vers, amit életemben megtanultam, szóval... Ugye ezen keresztül szeretted, igen, meg a verseket. Aha. Igen. Akkor már értem. Illikkedett ez az a vers, mint ahogy mondja, mert belülről kell jönni, nagyon pontosan kell tudni a szöveget, átértem, belülről kell jönni, mint hogyha a saját gondolatait mondanál a versen, meg kérdéseit tennél fel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tóth Boglárka a következő versenyző, aki a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett a mai versünnepre. Varó Dániel, a baba arcú démon. Mohos falak közt, büszke omladékon, egy romos, régi várban élt a démon, kinek arca sápadt baba arc volt, karja körét fonódó két lián. S míg vérszagot a szél süvítve hajszolt, nutellát ő kenyérrekembe majszolt. Egy pillantása felperzselte szíved, és drapméhecske volt az oknián. Tulajdonképpen nem volt semmi dolga, csak épp, midőn éjfélt ütött az óra, kellett neki a várom ablakából velőtrászon kacagni kifele. Amúgy csak üldögélt a bálterembe, női lapokat olvasott merengve, vagy körmét reszelt a lassú gonddal. Jutott mindenre bőven ideje. Történt egyszer már most, mikor rég volt. Dűhvelmány dörgött, villámlott az égbolt, vihardult kint. A babarcú démon bentről figyelte, mély borús az ég. S hogy ne forduljon kedve is vacakra, épp férfi szíveken tiport kacagva. Történt, hogy bim-bum, két mennydördülés közt meglátta holt ükatja szellemét. És szólt amaz: figyelj szavamra, lányom, 150 éve át a küle váron. Én átkoztam meg, bamba képű Edgar, mit őne várban bűntött anyát, a várat és a vár urát is egyben, ki bár egy gróffal járt 5 éve jegyben, elcsábította, s esküvője napján el is szöktette céda dédanyát. Sir Harry Excel. Így hívták a várúrt, s a munka rám dühött atyára hárult, hogy várából szép szóval visszacsaljam a gazd leányt. Kivér szerint enyém. De lányomat hiába kértem estve. Csak kacagott rám gúnnyal aznap este. Bitang lovagja elzavart a várból, s akkor szörnyű átkot mondtam én.
a hitván csábító, Sir Harry Excel, ki málna szörpel és pilóta kekszel magához édesgette dédanyát. Másnap rettentő hastmenés kapott. S a hűtlen leányzó arra ébredt, hogy egy elátkozott várban kísértett. Egy démon, s az lesz minden lányutót, kit világra hoz. Mindezt tudod, de van kiút. A 100. szobában egy 200 éves fogmosó pohár van, s benne 200 éves fogmosó víz. Sir Excel, míg élt, nem mosott fogat. Nézd bele, s visszanéz rád 20 teremtmény, s 22-féle lány, ki mind lehetnél. Hörpincs ki annál, ki lenni vágyol, és megtöröd rettentő átkomat. Benyitott hát a 100. szobába a baba arcú démon, ám hiába. Csak egy öreg görnyet kísértet ült ott, valami díszes ódon klozeton. Megbántam már, rimánkodott, de meg már, von vissza átkod, bamba képű Edgar, tiéd lehet minden pilóta kekszem, és minden szörpöm elét hozatom. Tán a számolást elvétettem egyel, mondta a démon mély önismerettel, és benyitott a szomszédos szobába. Ott állt a régi fogmosó pohár, s belőle őrássorban visszanéztek. Tündérek, vámpírlányok, hölgyszínészek, gyorsfutárok, tanárnők, topmodellek. És érezte, mind lehetne ő akár. De a démonnak egyikük se tetszett, míg végül aztán 42-nek visszanézett a fogmosó pohárból rá egy méla, sápatag leány. Az arca, mint egy kis dedé, olyan volt. Coopert olvasott éppen, vagy Conan Doyle. Férfi szíveket tört kacagva össze. És drapméhecske volt az oknián. És így esett hát, hogy ott maradt a démon mohos falak közt büszke omladékon. Ott üldögél mélán, a bálterembe, régi fotókat nézeket dián, és míg vérszagot a szél süvítve hajszol, nutellát ő kenyérrekembe majszol. A pillantása tűz, a csókja méreg, és drapméhecske van az oknián. Köszönjük szépen! Kedves Bolgárka, tökéletesen magáévá tette Varró Dánielnek a versét. Ez sajátos hangulatú, meg stílusú, ismerjük Varró Dániel költészetét. Az a kérdésem, hogy Lőrinc Tamás tanár úr, aki fölkészítette, ugye, nem próbálta rábeszélni esetleg olyan versre, amit az egykori Ciszter vagy Józsefes diákok írtak, ugyanis most készít egy összeállítást az egykori Ciszterci és József Attila gimnázium tanulóinak a verseiből, vagy diákjainak a verseiből. Nem próbálta tanárul rávenni? Nem. De nem majd... akarom most lebeszélni erről a versről, csak kérdezem. Neki. Egyébként tehetséges versmondó. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ja. Csak hogy miért választottad? Kíváncsi vagyok, hogy mi? Hát ajánlották, és először nem tetszett, mert nagyon hosszú volt. Igen, azt megértem. Aztán elolvastam, és azt mondtam, hogy ez kell nekem. Aha, mert mind benned van ez a játékos, finom, gúnyoros modor. Ez nagyon tetszik, hogy ezt így eltaláltad. Csak nagyon sok helyen úgy éreztem, hogy nincs... Tehát szét esett egy picit, hogy nem jött ki, nem fogalmaztad ki a lényeges dolgokat belőle, hanem egy kicsit egyformán mentek a verszakok, de ebben biztos, hogy van még egy kis feladat, majd nem tudom, mennyire friss benned a vers még, vagy már nem annyira friss, de akkor ezen gondolk, hogy hogyan lehetne a közönség számára élményszerűbbé tenni, vagy érthetőbbé tenni, mert ez nem könnyű vers.
egyáltalán, és bátor vagy, hogy megküzdöttél vele. Köszönjük. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő versmondónk a Tóparti Gimnáziumból érkezett a mai versenyre, Prisznyák Lilla. Csóri Sándor, tulipánok, K.E. emlékére. Erős illat kerülget s bódít, mintha tulipánok jártak volna itt gyászolni téged. Tudom, tudom, jobban szeretted őket, mint a nagy zoló liliumot, vagy a meleg égő viorgonákat. Hányszor hívtalak? Gyere, menjünk el együtt világot látni. Lakni idegen városokban, hol nem kell lesütött arccal járnod szobrok és templomok körül, és 100 méter magas kőkeresztek állnak a hegytetőkön. De te féltél bárhova elindulni. Féltél az Isten kísértő felhőktől, repülőktől, féltél a tengertől is, amely Kanada partjainál úgy nézett rád, mint ragadozó állatok szeme. Szegény halottam, neked csak az én mindennapi életem kellett. Ugráló bolond szavaim a hóval elfüggőzött alagútban. A szobám, az ágyam, ahol szemedből minden titkot és mandula virágot előcsaltam. Ha élnél, talán már nem is én velem osztozkodnál ezen a pünkösd előtti délutánon, sem a gazdátlanul maradt szomszéd kert korán megérett cseresznyén. Hisz szörnyű merényletek központja vagyok évek óta. Szétvert csomópont, romromok fölött, vádló törmelékhegy és véres forgács. De tulipányaid még így is eljönnek újra hozzám minden májusban. Szegényen és irgalmasan. Köszönjük szépen. Szerettem tőled ezt a verset, szerintem nagyon illet hozzád, és kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy színművész segítségével hogyan értelmeznétek ezt újra, mert szerintem az sokat javítana az előadáson. Köszönöm szépen. Ajánlottak, vagy te választottad? Én találtam a verset, sokat kutattam, hogy megtaláljam igazából az igazán hozzám valót, és amikor ezt először elolvastam, hát abszolút szerelem volt első látásra. Tényleg? Igen, nagyon szeretem. Hát jó. Jó, örülök neki. Igen, én is azt nézném meg, hogy ha valaki egy kicsit fogja a kezedet benne, akkor majd mire juttok vele, meglátjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, Horváth Tamás. Kosztolányi Dezső, boldog, szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benn a dió mogyoró mák terhétől öregből a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, uti bőröndöm. Van jó szívű, jó takaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből. Tollam, ceruzám viganillan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van, üdíteni testem, langy téja, beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könyvbe borít nem egy orcát, s énekes, ifjú fiának vall engem a mély Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, ki föleszmél, álmát hüvelyezve, zavartan. Kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam.
mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, és már nem vagyok otthon az égben. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy te választottad ezt a verset? Igen, én. Miért? Hát, leegyszerűsítve azért, mert aktuálisnak éreztem az én életembe. Igen? Igen. Reméljük, azért annyi mindent még nem éltél meg, de értem én, többször érzem a versmondások közben, hogy valamit szeretnétek vele kifejezni. Ha viszont ezzel szeretnél valamit kifejezni, ami benned dúl mostanában, akkor arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy akkor viszont menjél bele mélyen, egészen az aljára, hogy fájjon, hogy szakadjon ki, és ne az legyen, hogy azt érezzem, hogy túl akarsz lenni rajta. Ügyes voltál, amikor elakadtál, és egy pillanat alatt tovább mentél, tehát ezért abszolút megdicsérlek, de úgy érzem, hogy ennek a mélységére nyilván a korod is predesztinál valamire, de azért mégis, hogyha érzel, és úgy érzed, hogy van párhuzam az életedben, akkor viszont add át magadat az érzéseidnek. Jó? Nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Szent Imre Gimnázium Általánosiskola és Óvoda 9. osztályos diákja következik, Farkas Nimród. Petőfi Sándor, az utolsó ember. Mi az fölöttem? Ég vagy sírbolt? Igen, sírbolt, amelyben a föld, ez óriás koporsó fekszik, és ott fejem fölött az a fény a nap, vagy a sírbolti lámpa? Igen, sírbolti lámpa, melynek bágyattam pislogó sugára, sötétségét a síri ének halvány piros sárgára festi. S mi hallgatás? De ha, mi zendül a némaságnak közepette? Madárszó vagy leánydal? Ó, nem. A férgek rágják a koporsó behuny szemű hideg lakóit. Behunyvák a szemek mind, melyikben egykor szerelemnek s gyűlösségnek szikrája lángolt, s amelyekből oly undorítón nézett ki, mint a kélányok a bordélyházak ablakából, a gőg, irigység, elbízottság, megvetés, alázatosság. Behunyvák a szemek, s hideg már a szív, e kis pokol, amely száz meg száz ördögnek volt tanyája, hol a bűnök mágiája égett kihamvadatlan lángolással. Behunyvák a szemek, s hideg már a szív, egy kis pokol, amely száz meg száz ördögnek volt tanyája, s hol a bűnök mágiája égett kihamvadatlan lángolással, hanem már mindennek vége, minden alszik. Becsukva a szem, hűlve a szív, csak én magam vagyok még élő a sírbolt roppant üregében, s tűnődöm egy vendégre várván, a késedelmező halálra. Halál, miért nem jössz? Tám félsz tőle, hogy megbirkózom vele, s legyőzlek? Ne félj, nem az vagyok, ki voltam, ki egykor vakmerőkebellel dacoltam sorssal és világgal. Bátran jöhetsz, meg nem támadlak, erőtlen hang leszek. Te szélvész légy, sodorj el. Nem tudtuk, ugye, hogy vége van? Igen. És valószínűleg azért nem tudtuk, mert nem volt befejezve. Hát így kicsit úgy éreztem, hogy közömbös hangnemet választottál, pedig hát Petőfiről sok mindent el lehet mondani, de hogy közömbösen szemlélni a világot és benne önmagát. És a cím ragadott meg, hogy az utolsó ember? Vagy, mert igen. Az... Amiatt választottad? Vagy mi miatt választottad ezt az utolsó embert? Igazából igen, a cím is, ami megragadott, meg az, hogy tényleg az elmúlásról szól, és arról, hogy milyen érzés lehet az utolsó embernek lenni a Földön. Aha. Hát ezek az érzések hiányoztak egy picit belőle. Lehet, hogy benned volt, csak azt át kell tudni adni a nézőknek, hogy ne egy ilyen átlagos, közömbös hangszín jöjjön át, mert akkor kevéssé tudod átadni ezeket az érzelmeket a nézőknek.
Úgyhogy majd még ezzel foglalkozni kell szerintem sokat ezzel a verssel. Értem. Olyan verset kell választani, amivel a saját érzéseinket, gondolatainkat ki tudjuk fejezni. Hozzá tudunk szólni a világ dolgaihoz. Próbálja meg. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most szintén Szent Imrés diák következik, 10. osztályos, Tóth Bíró Zalán. Tóth Árpád, esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon, de még finom, halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattá, s csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattá, s csendé. Titkok illata fénylett hajadban, s béke égi csendje. És jó volt élni, mint ahogy még soha, és a fény szemem beitta a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelke reszket. Igézve álltam. Soká, csöndesem. S percek mentek, ezredévek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek. És éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó, mézenével ered meg, mint zsibbadt terek útjain a vér, a földi érzés, mennyire szeretlek. Kedves zsűri. Minden rendben lett volna, minden rendben volt a verse. Attól féltem, ami aztán később be is igazolódott, hogy amikor kiálltál, így ökölbe szorított, merev kézzel álltál. Na most, hogyha ez belülről jött volna, minden adottságot megvan egyébként rá, de ha belülről jött volna, akkor a tested is más mondott volna el nekünk, például a karjaid. Szép volt. Köszönöm. Alátámasztom, amit Zoltán mondott. Gyönyörű a hangod, gyönyörű a vers, minden adott. Te is megvan érzed. A testbeszéd nagyon-nagyon sokat elárul. Én nem tudtam levenni a szememet a kezedről, és végig azt vártam, hogy mikor enged ki az a feszültség. Most például tök laza. És fájott valami? Jó. Nem, először vagy versünnepen, izgultál. Igen. Abszolút érezhető volt, nyugodj meg. Tudom, ezen át kell esni. Az első megmérettetés az mindig más, mint a többi. Aztán ezt majd szépen meg fogod szokni, de én abszolút biztatnálak téged arra, hogy folytasd a versmondást mindenképpen, és Mert elengedni magad, és átadni magad az érzéseknek, és akkor gondold át visszafele a verset, hogy mi az utolsó mondat, amit mondtál a versben. És ezt érezzük is. Jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. A Ciszterci Szent István Gimnázium 10. osztályos diákja következik, Nacsák Levente. Babits Mihály, régi vers egy fiatal költő keserűségeiből. Én is félig éltem, s halok, mint sok magyar korán. A földi jókat meg nem értem, miket ígér az Alkorán. Talán mert a földet se hittem, amint nem hittem az eget. Talán mert nem kértem itten, és nem reméltem eleget. És már az sem, ami biztos álmom, lelkemnek öröksége volt. Azt sem fogom már kérni számon. Te tőle sors, nagy lutri volt. És nem foglak verni homlokommal.
Ó, menj, üreslő boltozat, s együtt ölöm meg magammal búsalhatatlanságomat. És mégis érzem, hogy nem olcsó a fény, amely szememben ragyog. És érzem, hogy talán utolsó láng a nagy lángból én vagyok. Láng a lángból, mely ezer éve kifáradt nemzetemben ég, s lángol önmagát eléve, amíg a párka szól. Elég. Ó, szomorú a láng utolja, amely csak szenvedő parázs. De nap a napot egyre tolja, és majd véget ér a kínmarás. És tűn a népes emberöltő, és népesül a puszta domb. Elásott kincs és néma költő, kihunyt lidérc és puszta csont. Oda fogok menekedni, ahol már senki sem zavar, és nem fog vélem dicsekedni az álszent, hencegő magyar. És hazámnak géniusza sírva nem sóhajt véghelyem kövén. Mely tehetség omla sírba, mely ős tehetség, ősi fény. Szépen várjuk az értékelést, kedves zsűri. Én nem éreztem, hogy a tiéd lett volna ez a vers. Te választottad, vagy Igen. pedig a... Te választottad, Igen. és miért? Őszintén engem nagyon megfogott, így elolvastam egyszer, aztán először igazából tovább lapoztam, de aztán visszatértem, mert egyszerűen nem, olvastam még pár Babicsot, meg pár más verset is, de nem éreztem azt, hogy tényleg például nem fogott meg a többi vers annyira, mert ez nem is tudom miért, talán az, hogy így szépen felmegy a közepe fel az egész verseny, így a hangulata és szépen lecsendesül, az talán ez az egész így megfogott, és ez az egész mondani való is nekem így átéreztem, szerintem legalábbis. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következik Vagyon Réka, aki 9-es a Ciszterci gimnáziumban. Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő vagy? Semmi. És kártya perdül, kártya mén bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzad ki homlokán, tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül. Magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet. Nyerész szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. S amint az óra, csengve, bongva, ki véknyen üt, ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő kiállik, s körülforong kíváncsian, majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új hit, avatni mit? Vigan. Gyerünk, ki kezdje? A galampár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után.
s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a milliósom van a sor, bátran öregem. A megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem. S elsimul a víz tükre len. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem 4 évtizedig. S kört körre hány a barna hullám, ahogy letűnnek itt vagy ott. Jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt. Pénzem elfogyott. Nem adtak? Ugram hát nagyot. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet. Mégis nyomorog. Fogad be, nyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhán kikel. Ah, kínos élet, reggel estve öltözni és vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtett fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont. A többi sugdos, a bolond. Szúrtos fiú ennek nyakába hátul ott terem, s ketten röpülnek a Dunába. Lábszíra várt a mesterem, de várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiállt egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a kézfogásig, s elvette Alfred a hugom. Eltűnnek mind a járt úton. Párbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben cikázva némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak föl-föl reppenve szállanak. Óriás szemekben hull lezápor, lent táncol óriás buborék. Félkörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Néz a fiú. Nem látja többé. Elméje bódult, szeme vak. De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd. Csend mindenütt. Ö,
Számomra meglepő módon minden évben a versünnepen elhangzik ez a vers. És engem kimondottan érdekelne, hogy egy 16 éves fiatal miért választja ezt a verset? Igazából én már ezelőtt is balladát mondtam tavaly, és nagyon megtetszett ez a műfaj, mivel a homályos részei miatt én egészíthetem ki úgy, ahogy azt én gondolom. Akkor viszont annyit engedj meg nekem segítségként, hogy te úgy egészíted ki, ahogy akarod, hogy ebben egy nagyon-nagyon súlyos téma körül forog a történet, ugye? Az öngyilkosság témája körül. És nekem nagyon megütötte a fülem 2-3 alkalommal, hogy ahogy felkönnyítve mondtad el, hogy mond egy mondatot, és utána aláveti magát, én azt őszintén nem hittem el, mert maga a téma az számomra annyira súly, tehát hogy amikor egy ember eljut odáig, hogy ezt megteszi, valahogy én ott mást éreztem, hogy ezeket azért gondold át. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindegyiket egyformán vagy tragikusan kell mondani, de és tényleg bízom benne, hogy tényleg soha nem fogja megtudni itt az itt lévők közül senki, hogy mi kell, hogy az ember ideig eljusson, de ezt nem tudtam most kihagyni, mert minden alkalommal meglepődök, hogy milyen népszerű ez a vers, bocsánat, vagy ballada. De bocsáss meg, csak annyival egészíteném ki, szerintem a Réka abban gondolkodott, és hát ebben a végső haláltáncban végül is a jellemeket kell felmutatni, igen. Mert ha végig egyfolytában az öngyilkosság gondolatát mondja és fejezi ki, akkor élvezhetetlen a dolog. Igen. Tehát ő egyes jellemeket próbált meg felfesteni, és nagyon szép, és illik is hozzád egyébként a ballada, mert van egy nagyon szép drámai alapállásod, amihez nagyon jól áll. Hát egyik legnehezebben mondható verse, talán a Vörös Rébék még ennyire titkos és ennyire nehéz vers. Nekem tetszett, hogy ezzel az óriási dologgal így küzdöttél, és valóban változatos is, és szép is volt, ahogy a különböző jellemeket felfestetted a halálba menekülők különböző ritmusát és hangszínét, és szép volt, tetszett nekem. Kedves Réka azt írja, hogy miért jelentkezett a versünnepre, mert élvezem azt, ha az előadásommal érzéseket tudok kiváltani a hallgatókban. Hát most élvezem, mert itt a művésznők is elmondták, hogy milyen érzéseket váltott ki bennünk, hogy legyen büszke. Köszönjük szépen! A versünnep színpadán következik Veres Boglárka, aki a Szent Imre Gimnázium 9. osztályos tanulója. Szabol Lőrinc, itt vagy itthon. Szinte roskannak a gyümölcsfák, fekszem hűs lugasuk alatt, mindegyik egy kis zöld mennyország, és nézem a madarakat. Délóta fekszem mozdulatlan, csak a szemem jár szerte szét. Rigórebben vele röpülök, fütyül a ménekét. Fölöttem egy kis cinke végzi légtornász mutatványait. Úgy diót bontam ott a harkály, a fecske rajban búcsúzik. Suhogva, zengve, csicseregve újjon körül a délután. Az undor elől menekültem, és megváltó béke vár rám. Az ember elől menekültem, hívtak a madarak, a fák, és lassan kilop magamból e füttyös, tiszta túlvilág. Mintha süllyednék, vagy repülnék, oly könnyű vagyok, oly nehéz, minden érzékemet behunja a csodálkozó feledés. Mintha a halálom volna, oly nagy a boldogság, oly igazi. Nem bírja el gyönyörűségét, olyan új, s idegen neki. És költöget, alvó zenéje, az éber szókat keresi. Boldogság! Hogyan lehetne mindezt valakinek elmondani? Valakinek a hihetetlent, valakinek akárkinek, nem is szóval, egy szembenézni, megfogni némán egy kezet. S mint mikor szomorú ember, kit jó hír nem vár sohasem, sírni kezd valami örömtől boldogan,
és gyerekesem. Vagy, mintha fajta megdagadt szív, és indul az oldó áradás, hirtelen fölébreszt egy édes és nyugodt megaláztatás. Az ember elől menekültem, és mikor kellett valaki, mégis csak az embert idézték, alvó magányom szavai. Kétszer magány, hogy mint magamba, fajtámba is zárva vagyok. Gyűlöletes a dupla börtön, de minden más kitagadott. Ember vagyok, és kell a csorda, oda kell bújni melegért, kell a meggyűlölt rokonállat, ki valahogy mégis megért. És már megyek, vissza a völgybe. Visznek gyorsan rá kutyai. Falu, már itt a város, este, emberek, harsog a mozi. Olcsókéj, plakát, rajta démon, amint bugyira vetkezik. Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon. Próbáld meg, és légy boldog itt. Tisztelt zsűri! Nagyon izgultál, és én például végig izgultam veled, hogy be tud fejezni ezt a verset, és egy kicsit hiányzott az, hogy a hangsúlyok nekem eltűntek ebből a versből, ami valószínűleg az izgalom is hozhatott, de hogy ennek még szerintem érnie kellett volna benned. Nyilván izgulsz, mert először lépsz ide fel, meg először vagy velünk, de ezt egy kicsit így engedd el magadban, és hidd el, hogy akkor sokkal könnyebb lesz. Köszönjük szépen! A Ciszterci Gimnázium 11. osztályos diákja következik, Ruf Lara Anna. Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtem egy szelíd, távoli csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött jeges, fekete terek kopás sötétje lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, és boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve tudósok finom kristály műszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, vérem mészom, és csendben és tűnődve figyelem, mély ős búdzokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térben szétszört millionárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg! Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Az első két sor és az utolsó két sor volt a legszebb. Mert ott, mintha értetted volna, hogy az a vers az ős magányról szól, a halhatatlan magányunkról a földön és az űrben és a levegőben mindenütt a magány. És itt éreztem. Aztán egyszer csak átváltottál ilyen boldog hangnembe, amit nem is értettem, hogy az mitől olyan boldog. Azért ez egy mélyebb elemzést igényel ez a vers, az egyik legszebb Tóth Árpád vers, és mintha egy kicsit ott félreértetted volna, ugye az első két sor után valami furcsa hangulat kerített talán magához. Mi legalábbis ezt éreztük itt lent, hogy ott nem pontosan értetted, hogy miről szól ez a vers, mert ilyen kis boldog csicsergőbe átmentél, amit nem tudtam, hogy hova tegyek magamban, hogy az milyen értelmezés lehetett, hogy felkészítő tanárral készültél erre, vagy csak magadtól? Felkészítő tanárral, viszont szerintem ez most inkább csak az izgulás miatt volt. Biztos vagyok benne, és ezennel is most rögtön is mondanám mindenkinek, aki először jött a versenyre, hogy
nehogy most ezt bármiféle értékítéletnek gondoljátok, amiket mi mondunk. Mindannyian így kezdtünk verseket mondani, és mindannyian ugyanígy izgultunk, és sokat lehet fejlődni egy év alatt, és ne hagyjátok abba a versmondást, mert nagyon értékes műfaj, és ha nem sikerül először, akkor addig kell csinálni, amíg azt érzed már, hogy minden a szívedből és a lelkedből jön. Senkit nem akarunk elbátorítani, sőt, mindenki, aki ma jött, az rendtán egy kivétellel rendkívül tisztességesen felkészült, és ezekben nagyon sok munka van, és azt mi nagyon értékeljük, úgyhogy ne értsetek félre, még a kritikai mondatainkkal is csak segíteni szeretnénk mindenkinek. Jó? Köszönöm. Abszolút egyetértek művésznővel, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne hagyja el ezt a verset. Mert minden képessége megvan ahhoz, hogy azok után, amiket itt most mondunk és meghallgatott, azok után ez teljesen jó lehet. Viszont akkor én hadd ötleteljek egy picit. Annyira kinyíltál a mosollyal, a csicsergéssel ebben a versben, ami nem ide való volt, hogy lehet, hogy érdemesebb lenne ilyen verset választani, amiben jobban megtalálod. De nem tudom, de egyszerűen akkor így a szemed is jobban ért. Most nagyon elszomorodtál, ne legyél szomorú. Mindannyian tényleg segíteni szeretnénk, és ha már itt tényleg ez a téma felmerült. 40 jelentkező volt mára, nagyon-nagyon sokan jöttetek. Egy fura arány lesz az, hogy 12 embert kell kiválasszunk közületek, ami nagyon-nagyon nehéz. Tehát előre szeretném elmondani azoknak is, akik már mondtak verseket, illetve akik jönnek, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa eredményhirdetés lesz, mert ha a fejünk tetejére állunk, sem fogunk tudni nagyobb számot mondani 12-nél, és ez elképesztő nehéz ilyen erős mezőnyben. Jó? Ezt tudja mindenki. Tehát, hogy ez most egy furcsa ítélet lesz. Jó? És nem mérvadó, mert sajnos áldozatul fog esni olyan ember is, akinek ott lenne a döntőn a helye. Ezt tudjátok, háromszor, ötször aláhúzva, jó? Rendben? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A versenyebb színpadára érkezik Király Benedek, aki a Szent Imre gimnázium tanulója. Reményik Sándor, a fordító, Károli Gáspár emlékezetének. Alkotni könnyebb, a szellem szabad, a képzelet csapunkat szerteszét, belekaphat a felhő küstökébe, fölszánthatja a tenger fenekét, virágmaggal eget, földet bevethet, törvényé teheti a játszi kedvet, zászlóvá a szeszét, mely lengve lázad, s vakmerőn méri Istenhez magát. Az alkotás, jaj, kísértésbe is visz. A fordítás alázat, fordítni annyit tesz, mint meghajolni. Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körülálljuk, a legnagyobbnak fordítója volt. A kijelentés ősbetűire alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom, előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai, az igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd, az érdes, szittya nyelv, megcsendíti-e Isten szép szavát. És látom, győz, érdes beszédinek szálló századok adnak patinát. Ó, be nagyon van kötve Jézusához. Félig ő viszi, félig Jézus őt. Míg nem vizsolyban végül megpihennek, együtt érve el egy honitetőt. Amíg mennek,
a kemény fordítónak tán verejtéke, tán vére is hull. De türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul. Köszönjük. Olyan sok egyéniséget látunk itt a színpadon, rendkívül kedves, finom, okos fiatalok. Öröm hallgatni őket, titeket. Én most itt Király Benedekben egy ifjú Philoszt láttam, úgy is hangzottak a versei, meggyőző volt nekem. Hallgass meg, majd mit mondanak a művésznők. Nagyon örülök, hogy ilyen, ez igazán komoly gondolkodásra val, és komoly érzésekre is, hogy te megemlékeztél a Vizsói Biblia fordítójáról, mert igazán ez egy kései gesztus ma is, és már reményi korában is az volt, hát még ma. Szóval ezért külön köszönet jár egy ilyen témáért, és egy ilyen szép versért. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. A versünep színpadán következik Borbé Bálint, aki szintén Szent Imrés diák. Pilinszky János, ne félj! Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp hogy fölvetem, játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torkomig felömlő élvezet, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán. Mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb megnézném szobád. Elüldögélnék benne egy délutánt. Agyamba venném ágyad, merre van. A képeket a fal mintáival. A lépcsőt, mely az ajtódig vezet. Hogy tudjam, mi lesz veled, s ellened, a tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba, mert égni fogsz. Alant az udvaron, a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik, érted? Nyeldeklő torok, hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok és falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyulladt csomóba gyűl és fölfakad, vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt a forró gyötrelem, most végig ömlik rajtad, mint a genny. Sötét leszel, behorpadt néma seb, akár az éj. S az arcom odalent. Így kellene. De nem lesz semmi sem. A pokolban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez. Az éjszakának legmélyebbje ez. Hogy átkozódtam? Vedd, minek veszed. Nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan. Igyál és egyél. S ha értenéd is átkaim, ne félj. Köszönjük. Én
tavaly is nagyon szerettem a versválasztásodat is, mert egy nagyon komoly és érett gondolkodásra van, és én azt gondolom, hogy ezt idén is megtapasztalhattuk. Egyedül választottad a verset, vagy meg segített a tanárnő, és miért? Hát először csak így megláttam, aztán amikor elkezdtünk vele dolgozni, akkor megláttuk, hogy mennyi érzelem van benne, és mennyit tud mondani ez a vers. Nekem tetszett, hogy építkeztél, köszönjük. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy én is emlékszem rá tavalyról, és nekem mindig óriási öröm látni a változást és a fejlődést, és te is egy sokkal-sokkal érettebb előadó lettél azóta. Gratulálok. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Józsa Nikolett, aki a Gorzium gimnázium tanulója. Dzsida Jenő, eláró, mert világít. Gizgaz ösvényen, sűrű kerten settengtem éjjel, kiskamasz. Nyálamat lenyelni sem mertem. Úgy raktam reszkető, ravasz lábacskámat, oly lopva, roppant vigyázva, hogy egy gaj se roppant. Könyvem a kerti kispadon maradt. El kellett menni érte. A párholtas kert is vadon, ha a sötét varázsa értes, a véknyan szűkölő pórázra kötözött szél a lombot rázza. Fúj! Agyon taposott csigák, mered békák hideglelése, indákon ingó koponyák. Nem jó éjek jönni mégse. Miért is jöttem éjszaka ki? Ott a padon ül valaki. Szikáran ül és feketén, a bokor rezgő ágain túl. Ahogyan észrevettem én, észrevesz ő is, és elindul. A hold, a csillagok kioltva, rohanok rémeset sikoltva. Az ágyban forró lázgyötör, leng az ágy, mint a kerti hinta, szám szélén nagy varas sömör. Furcsa. A doktor bácsi, mintha csipogna, mint egy nagy csibe. Repül a forró semmibe. Gyerekkoromat eltemettük, széthullott milliónyi sejtem. Új milliót kaptam helyettük, de nem felejtem. Egyre sejtem, írtózom az iszonyatot, mi akkor át meg áthatott. Ilyenkor meg különösen, mikor két hete ágyban fekszem, forgolódom idegesen. Befelé fordul a beteg szem, matat a döglő akarat. Mi az, ami ott kümmaradt? Igen. Indulni kell utána, hiába van sötét, igen. Kígyó sziszeg a körtefán, a füvek rohadt csöveiben sunyin, züllötten és vígan kúszik fel a heveny higany. Felborzott ebek összemarták a holdat, cafatokba leng, kisírt szemüket eltakarták a csillagok. Vacogva cseng varangyok síkos üvegteste, vigyázz, vigyázz, berémes este. Mit is kell megkeresni? Félek. A választ későn mondja ki az elfehérült szájú lélek. A padon ott ül valaki. Tágult fülembe hull egy-egy nesz, hallom, ahogy lélegzetet vesz. Jön valaki, vagy valami, lopódzó lépte néha csosszan. Most nem tudok sikoltani, marad a szám kitátva, hosszan. Most nem tudok szaladni sem. Émelygek rettenetesen. Nem rejte le vacak világ itt. Békák közé legugolok. A szív elárul, mert világít. Illatoznak a szemgolyók. Aki él, nem rejtőzhet el. Jön. Itt van már. Egész közel. Köszönjük. Először vagy te is itt közöttünk. Hadd kérdezem meg tőled, számomra elképesztő szuggesztív volt, ahogy előadtad, de közben azt vettem észre, hogy folyamatosan morzsolgattad a szoknyádat, hogy ez neked nem volt tudatos, ugye? Nem. Nem, nagyon izgultál. Nem. Nagyon izgultál. Szerintem, hogyha ha most már túl estél az első megmérettetésen, akkor nyugodj meg,
Nyugodtan biztatnálak, bár látom, hogy 12-es vagy, tehát neked ez volt az utolsó lehetőség ugye részt venni a versünnepen, de hogyha az élet tovább sodor bármerre, én biztatnálak, hogy ne hagyd abba a versmondást. Nagyon-nagyon szerettem. Nekem picit hullámzó volt, de voltak olyan pontok, ahol olyan erősen megfogtál engem, hogy egyszerűen rátapott, nem tudod tekintetni minden idegszálom, és nagyon-nagyon jól tudsz láttatni, nagyon-nagyon jól tudod átadni magadat az érzéseknek, ahogy a szememben néztél, ahogy Annára néztél. Tehát láttam ezeket az elképesztő erős pillanatokat. Néha utána úgy éreztem, hogy voltak szálak, hogy így elveszett, de amikor erős vagy, akkor elképesztő, hogy mennyire erős vagy, és nagyon-nagyon ki tudod fejezni magadat a verssel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elődöntő utolsó versmondása következik. A színpadra szólítom Szűcs Boglárkát, aki a Szent Imre gimnáziumból érkezett a mai fehérvári versünnepre. Arany János, Zács Klára. Énekli egy hegedős a 14. században. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát haj beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém, Kázmér, azt nem adom százért! Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyászér. Sietős az utam reggeli templomra, ha beteg vagy hát, feküdj le. Bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba. Szép virágok, deli szüzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud imádkozni. Olvasóját honfeledé, ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes jányom, megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé, deli szüzek közzé. Inkább menne temetőbe a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hely, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, jaj, hova kell lennem? Hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem! Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre. Rettenetes, bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért, gyermek, Lajos Endre, hallj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, Cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm,
fájdalom díjába. Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát, másik kettőért veje lánya végét, piros vérem hullásáért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástól, mi magyar hazánkat. Kedves zsűri! Összenéztünk, amikor bejöttél egy pillanatra, ugyanarra gondoltunk mindketten, hogy mennyire nehéz utoljára feljönni a színpadra, és mennyire csodálatos produkciót hallottunk tőled. Kivárva olyan lélek jelenléttel, olyan szuggesztív előadásmóddal, és elmondom őszintén, profiknál sem feltétlen mindig egyértelműen érződik és látszódik az, hogy jól érzik magukat közben, és élvezik, amit csinálnak. És nálad minden jelen volt, és ez kihat, ez egy kölcsönös oda-vissza játék, ezt mi is érezzük, és nekem ez egy elképesztő felemelő dolog volt, hallani a te produkciódat, és látni azt, ahogy olyan szüneteket mertél tartani, és közben körülnézni, és tekinteteket keresni, ami lenyűgöző. Gratulálok! Kérdezted, hogy mennyit fejlődtél tavaly óta? Hát rengeteget. Tehát megértél fejben, kifejező eszközeidben, hangodban, a beszéded ritmusában. Igazán profi volt. Köszönjük szépen! És mindezt szerényen, hadd tegyem hozzá. Engedjék meg nekem, hogy fölhívjam valamire figyelmet, amit most fedeztem föl így a versmondás közben, hogy a versmondók a megye különböző településeiről, falvaiból jöttek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, hogy Velencéről, Zicsiújfalu, Isztimér, Sukoró, Dég, Polgárdi, Mól, Agár, stb. Tehát van a versmondóknak is, mint mindnyájunknak egy nagyon komoly feladata a magyar irodalom, a vers és a versmondás népszerűsítése, és ez ad valami lehetőséget, hogy a fiataljaink eljönnek ide. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez volt a 14. fehérvári versünnep elődöntője. Idén is szép számmal jelentkeztek a fiatalok, hiszen 40-en voltak velünk itt az elődöntőn. Hamarosan kiderül, hogy ki lesz az a 12 fiatal, aki tovább jut a döntőbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez volt a 14. fehérvári versünnep elődöntője. Idén is, ahogy elmondtam már szünet előtt, szép számmal jelentkeztek fiatalok, hiszen 40-en voltak itt velünk. És most itt vannak mind a 40-en, legalábbis reményeink szerint. Szerintem megérdemlik, hogy megtapsoljuk őket. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot hozzáfűzek, nem szerettem volna, de ahogy a zsűri is fogalmazta, nagyon nehéz nap volt a mai olyan értelemben, hogy kellett egy döntést hozni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk mindannyian, pedagógusok, szülők, arra 40 fiatalra, aki ma itt volt és felállt a színpadra. Én azt gondolom, hogy Varga Sándor is nagyon-nagyon boldog ott fönn és mosolyog, a verseny megálmodója és kitalálója, és azt gondolom, hogy amikor 14 évvel ezelőtt megálmodta ezt a versenyt, akkor pont erre gondolt, hogy sok fiatal megmutassa magát, tehetségét önöknek, székesfehérváriaknak és mindenkinek, aki szereti a verseket, és azt gondolom, hogy ez ma abszolút így volt. Én köszönöm szépen a pedagógusoknak külön felkészítő munkát és azt a évek óta tartó segítséget, amit a fiatalok fejlődéséhez biztosítanak.
Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok fiatal kilencedikes is itt volt ma velünk, úgyhogy az utánpótlás biztosított. És Keller művész úr most be fog mondani 12 nevet, de azt gondolom, hogy ez lehetne egészen más is, akár másik 12, vagy éppen 18, de a versenykiíráshoz hűen 12 nevet fog mondani. Én azt kérem mindenkitől, aki nincs ebben a 12-ben, hogy ne legyen csüggett, ne csalódjon, hanem jöjjön vissza jövőre, várjuk, hiszen ahogy a zsűri is mindegyes tagja mondta, mindenkiben ott van a lehetőség, a tehetség, úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy folytassátok, szeressétek a verseket, az irodalmat, a magyar nyelvet, hiszen ettől fogunk tovább épülni. Úgyhogy szívből gratulálok mindenkinek, köszönöm szépen a zsűrinek is a mai munkáját. Gratulálok én is előre a 12 döntősnek, akikkel majd április 13-án találkozunk, de még egyszer mindenkit arra kérek, hogy legyen magára büszke, hiszen itt volt, felállt a színpadra, elmondta a verset, készült rá, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm szépen, gratulálok mindenkinek! Köszönjük szépen alpolgármester úrnak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők, azt hiszem, hogy talán a legizgalmasabb percek következnek. Nem is húzom hosszan az időt, azonban azt muszáj elmondanom, hogy nem a továbbjutás sorrendjében fogom elmondani a neveket. Arra szeretném kérni a kedves versenyzőket, aki hallja a nevét, hogy fáradjon majd ide a színpadra. Tehát, aki továbbjutott a döntőbe, Tóth Marietta Júlia. Tóth Zsombor Ákos. Boldis Boróka Ajsa. Borbély Levente Miklós. Schneider Zay Ákos. Vagyon Réka. Szabó Gergő. Szabó Ábel. Somos Gergő. Magony Péter. Borbély Bálint István. Szűcs Boglárka. Innen döntőseink. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Köszönjük, hogy velünk voltak. Ha tehetik, legyenek velünk személyesen április 13-án a döntőn, melynek 14 órától a Városháza díszterme ad otthont. Addig is minden friss hírt és információt megtalálnak majd a versennyel kapcsolatban a versünnep Facebook oldalán. Viszontlátásra!